Egy 15 napos kihívást hoztam nektek, amit bármikor elkezdhettek, akár még ma is. Ha pedig még ma nem tudjátok, akkor hamarosan szálljatok rá időt, hiszen ez a 15 nap hozzá fog segíteni benneteket ahhoz, hogy az angolotok jobb legyen, nem fogtok megtanulni angolul 15 nap alatt, ez csak egyszerűen egy kihívás azért, hogy egy új szokást kialakítsatok, mégpedig arra, hogy minden nap az angollal foglalkozni kell. Nézzük is az első nap, mit is kellene tennetek. Első nap nézzetek körbe, magatok körül, ahol éppen vagytok, és próbáljátok találni 20 olyan tárgyat, dolgot, aminek idáig nem tudtátok a nevét. Írjátok le egy füzetbe, egy lapra, és ez alatt a 15 nap alatt próbáljátok átnézni reggel este. Második napon egy nyelvtani rész következik, vagyis egy olyan nyelvtant kellene kiválasztanotok, amivel idáig gondotok volt, vagy esetleg még nem tanultátok. És itt az alkalom. Ezen a napon csak ezt a nyelvtani szabályt kellene gyakorolni, semmi mással ne keverjétek össze, nem kell összemixelni más nyelvtani dolgokkal, csak kimondottan ezt az egyet nézzétek át többször is, gyakoroljatok hozzá sok-sok-sok-sok feladattal. Harmadik napon videózunk, tehát egy olyan videót kell kiválasztanotok, ami megfelel annak a szintnek, ahol éppen jártok, és ezt kellene megnézni. Ha még nem vagytok haladó szinten, semmi gond, nagyon sok mese, nagyon sok totyogósoknak, kisbabáknak elérhető videó is van most már, amin nagyon egyszerűen beszélnek, ilyeneket mind a YouTube-on találtok. Negyedik napon a konyhába megyünk, mégpedig egy recepttel. Egy angol receptet kellene követni, ami nem baj, ha eredetileg magyar volt. Keressétek meg az interneten angolul, írjátok ki, ezzel is gyakoroljátok, és mikor főztök, próbáljátok ezeket a lépéseket követni. Tehát ne fejből főzzetek, hanem minden egyes lépést próbáljátok elolvasni, és amíg főztök, közben akár elismételni ezeket a lépéseket. Ötödik napon fordítani fogunk, mégpedig bármilyen szöveget, tehát lehet ez egy cikk, egy könyvből, egy részlet, egy zeneszöveg, bármi, ami leköti a figyelmeteteket, amit szerettek, és hogyha esetleg szeretitek a még nagyobb kihívást, akkor miután lefordítottátok ezt a kis szövegünket magyarra, esetleg megpróbálhatjátok visszafordítani angolra. Hatodik napon meg kellene tanulni egy rövid kis versikét, egy rövid kis zeneszöveget. Semmiképpen se egy hosszút választhatok, mert az elveszi az ember kedvét. Itt a lényeg a sikerélmény lenne. Tehát egy rövid kis rímelős versikét, akár gyerekeknek valót, akár egy rövid kis mondókát, bármilyen kis rövid vagy ismétlődő zeneszöveget, vagy akár csak a rímet, a refrént a szövegből. Hetedik napon egy icipicit pihenünk, ezen a napon egyetlen egy kifejezést kellene felírni, amit idáig nem tudtatok. Tehát kifejezést, phrasal verb, idiom, ilyen neveken megtalálhattok az interneten rengeteget. Nyolcadik napon vissza a munkába. Egy rövid bemutatkozást kellene írnatok magatokról, illetve nem muszáj rövidet, lehet egy hosszút is. És akiknek esetleg jobban megy, már bátrabbak, vagy haladóbbak, akkor ti se álljatok meg itt, hanem próbáljátok felvenni, vagy hanganyaggal, vagy akár videóval a telefonotokkal a bemutatkozást. Aztán hallgassátok vissza, és próbáljátok észrevenni a jó dolgokat, és akár a hibákat is. Kilencedik napon újabb szavakat keresünk. 10 melléknevet kellene felírnatok, a mellékneveket nagyon könnyű megtalálni, hiszen tudjátok, hogy a milyen kérdőszóra válaszolnak. Írjatok le 10 melléknevet, és aztán próbáljatok hozzá szinonímákat találni. Ezt természetesen nem kell magatoktól, használhattok hozzá szótárt, vagy bármilyen fordítót. 10. napon választhatok ki egy olyan könyvet, ami megfelel szintén annak a szintnek, ahol álltok, és próbáljátok elolvasni legalább egy oldalt. Nem többet, csak egyet. Ha több időtök van, akkor próbálkozzatok meg az egésszel. Ezekhez jó szívvel ajánlom azokat a könyveket, amik direkt tanulóknak készülnek, és szintenként van beosztva. Legtöbbször 6 szintre szokták őket osztani, és hát nyilván az egyes a legkönnyebb, egészen a 6-osig, amikor már nagyon sok szóval, szóanyaggal dolgozik a könyv. Ezek közül nyugodtan válogathattok, és biztos, hogy fogtok találni benne olyat, ami megfelel annak, ahol éppen álltok. 11. napon ismét meg kellene valamit tanulni, de ez alkalommal nem egy versikét, nem egy kis mondókát, vagy nem zeneszöveget, hanem egy viccet.
Ha nem szeretitek a vicceket, nem baj, itt a lényeg az lenne, hogy egy teljesen másfajta szöveggel találkozzunk, ahol a hangsúlyra is nagy figyelmet kell fordítani, hiszen viccmeséléskor ugye sok minden függ attól, hogy hogyan fejezzük ki magunkat. Tehát ne csak bemagoljátok a szöveget, hanem próbáljátok valóban megtanulni a viccet és elmondani. 12. napon megyünk bevásárolni, írjatok egy bevásárló listát, egy részletes bevásárló listát angolul. 13. napon megyünk kirándulni, és egy olyan képet kellene kiválasztanotok, ami valamiért nagyon tetszik, vagy szeretnétek eljutni esetleg abba az országba, vagy arra a helyre, és ezt a képet kellene részletesen leírni. Emlékezzetek, hogy általában, amikor leírunk egy képet, akkor folyamatos jelen időt használunk, vagyis M is R és inges alak, illetve ezen kívül használhattok mindenféle más szerkezete, mint there is, there are, vagy I can see, és minden ilyet. Bármit, amivel ki tudjátok fejezni azt, amit a képen láttok. 14. napon a bátorságunkat kell elővenni, és angolul kellene kommentelni valahol. Bármilyen social médián meg lehet ezt tenni, bármilyen angol tanulós csoportban, próbáljatok angolul reagálni valakinek a kommentjére, és emlékezzetek, mindig csak pozitívan. És az utolsó napon, a 15. napon 5-5-5 mondatot kellene írnatok, vagyis összesen 15 mondatot, 5 pozitívat, 5 negatívat és 5 kérdést. Lehet bármilyen igeidőben, lehet bármiről, lehet magatokról, lehet másról, próbáljatok 15 helyes mondatot írni. Remélem, hogy a kihívás teljesíthető, nagyon kíváncsian várom a kommenteket, a visszajelzéseket, ha sikerült teljesíteni, és akár a kommentben a többieknek is adhattok további jó tanácsokat, akár meg is oszthattok velünk egy-két érdekes dolgot, milyen versikét tanultatok meg, milyen viccet tanultatok meg, megoszthatjátok velünk a bevásárló listátokat, a receptet, bármit, amit érdekesnek találtok, és ami érdekes lehet a többieknek. Jó tanulást hozzá, sok sikert kívánok a kihívás teljesítéséhez, és hamarosan jövök egy újabb videóval. Sziasztok!